amikor ugye megtudtam, hogy én kapom a Nobel-díjat, és az egyetemre elmentünk a presszkonferenciára, és hát utána volt egy üdvözlés, és ugye a kollégám elment az ő csapatával ünnepelni, én meg hazamentem. Azért vagyok most itt, mert az én kollégáim, az SBK-ból, az egyetemi csoporttársaim, a tanáraim, a kisújszállásiak, akik tanítottak, azok most itt vannak, és most jöttem. Magában ebbe az épületbe azt hiszem, hogy csak a diplomámat vettem át, nem nagyon jártam ide, de az egyetem többi épületébe, ahol a kémiát, a fizikát, a biológiát tanultuk, tehát azok fontos helyek, ahol tanultam. De hát a szívemhez legközelebb áll azért mégis a Hermann Kollégium, ahol 5 éven át éltem, és hát a Szegedi Biológiai Központ, ahol kutatásokat végeztem, és hát a textilműveknek a ebédlőjét még megemlíteném, ahol a férjemmel találkoztam. Hát itt született a lányom, a tanácsházán házasodtam össze a férjemmel, először azt történt, és a lányom később született, és az itteni klinikán is, hát minden ilyen nagyszerű dolog itt történt az életemben, itt Szegeden. Mit gondol, ha minden úgy alakul, hogy Szegeden marad és dolgozik, akkor ma lenne mRNA-s alapú koronavírus elleni vakcina? Nem tudom. Minden, amit felfedeznek az emberek, előbb-utóbb valaki más is felfedezte volna, ez biztos. Lehet, hogy csak később. Nem tudom megmondani, hogy lett volna-e, lehet, hogy csak később lett volna. És hát, vagy lehet, hogy itt fedeztük, vagy itt fejlesztettük volna ki, az is lehetséges, és akkor még hamarabb lett volna. Lehet, hogy már az AIDS ellen is lett volna akkor vakcina. Ez egy téves nézet, hogy azt mondom, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy az a célom, hogy elérjem valami, mondjuk, hogy Nobel-díjat. És akkor eléri, és akkor mi van? Tehát ez egy kutatónak az a célja, hogy megértsen valamit. Hát az, hogy most díjazzák vagy nem, hát csak annyiba függ, hogy kap-e a pályázatért pénzt, és hogyan tudja tovább folytatni. Tehát számomra mindig az volt a cél, hogy megértsek valamit, és hát azokat leközöljöm, és a többi kollégának elmondom, hogy tudjanak róla. Tehát ez kell, hogy a cél legyen, és akkor, hogy ugye hát nem volt előmenetelem, tehát nem fokoztak föl, csak le, és elbocsátani is, ugye akkor is még csak így mentem le. Tehát, hogyha én arra koncentráltam volna, hogy én nekem nagyobb rangom, presztízsem legyen, akkor nem azt csinálom, amit így most csináltam. Azt szeretném, hogy az összeg az az oktatás és a fiatalság, vagy a nem annyira fiatalság tanulmányait és a kutatásait segítse. Ez a cél. Az, hogy a világ melyik sarkába és hol a jövő hozza. Lehet itt 100-200 ember is mondja, hogy hülyeség, amit csinálok, de ha van egy ember, aki hisz, ugye én esetemben ez volt a Eliot Barnett-en, meg a David Langer, akik 24 éven át támogatták a fizetésemet, ugye ők rájuk hallgatok, hiába hangosak a többiek, ugye ezt úgy értem, hogy hiába lefokoznak, meg akármi történik velem, az asztal ott van, és erre hallgatok, hogy igenis látom, hogy a kísérletek egyre ígéretesebbek, és azok az emberek, akik meg kommentálnak, azok meg nem is értik, nem is tudják, csak ugye mondanak valamit, és hát erre kell hallgatni, meg az embernek a saját hitére, hogy ő képes kemény munkával mindezt végrehajtani. Tehát ez a kitartás.